Sziasztok! A faházunkkal már szépen haladunk, elkészültek a fő tartófalak, valamint a tetőszerkezet is. Ebben a videóban a kéményre, ajtóra, ablakra, lábazatra fogunk koncentrálni. Első körben nézzük meg a kéményt, amelyről a legtöbb információt a felülnézetben fogjuk találni. Ha megfigyeljük az ábrát, láthatjuk, hogy a kéményünk egy 500x500 mm széles négyzet, ami a tető felső élétől befele 6091 egységre milliméterre helyezkedik el, a tető bal szélétől pedig 2308 mm-re található, falvastagsága pedig 100 mm. Megpróbáljuk tehát ezt a kéményt kiszerkeszteni. Menjünk a SketchUp-ra, és kezdjünk bele a munkába. Itt vagyunk a SketchUp-ban, és menjünk bele a tető grubba. Ugye most, ha észrevettétek, a dupla klik után ugye eltűnt a többi része a modellnek, az azért van, mert a View Component Editnál be van pipálva a Hide Rest of Model. Tehát a modell maradékját el fogja rejteni a SketchUp, de ha kijövünk a grupból, akkor megjeleníti. Menjünk bele, ugye ezen az oldalán helyezkedik el a kémény, és szépen még válasszuk ki a View, FaceTime, X-ray módot, hogy be tudjunk kukucskálni. Jó. Tehát amit tudunk, az az, hogy a bal szélétől a kémény 2308 egységre helyezkedik el, ezt kell kimérnünk a measure tape-el, ugye a vörös tengelyel párhuzamosan kell ezt megrajzolni, a kontrollal, tehát a shift-tel tudjuk jobban mondva rögzíteni az irányt, és azt mondjuk, hogy 2308 egység. Jó. Hát most ez nem jött össze, még egyszer menjünk bele. Tehát 2308, oké, most ez sikerült, fölmértük. Ha ez megvan, akkor már a kéménynek a másik oldalát is ki tudjuk szerkeszteni. Ez 500 mm, szuper, tehát a két oldala megvan. Most a felső élét kell kiszerkesztenünk, ami ugye ettől a külső értől, ami itt van, innen van, a zöld tenge irányába kell maradnunk, ezt ugye a shift-tel tudjuk rögzíteni, a shift-tel, és azt mondjuk, hogy 6090. Enter, oké, megvan, és utána fölmérünk ugye 500-at. Megvan a kéményünknek az alapterülete, ezt egy rectangle-re berajzoljuk, és a fal vastagság, amit ugye, hát hogyha jót jelölünk ki, erre nagyon oda kell figyelni, hát nem ez lesz a legpraktikusabb, tehát itt megfogjuk, úgy, és offsettel egy élre klikkelünk, és azt mondjuk, hogy eltoljuk ugye befele 100 egységgel. És akkor elvileg szépen megvagyunk, és a kéményt ugye ki kell húzni, a kihúzandó felület pedig ugye itt látható, és ennek a magasságát kell beállítanunk, ami igazándiból a terepszinthez képes van megadva, tehát én kihúzom most a tetőből, jó, kijövök, kikapcsolom ezt az X-ray módot, mert most nincsen rá szükség, és azt tudom, hogy a magassága az a nulla vonalhoz képest fölfele 5360 egységre helyezkedik el. Oké, tehát ezt megkaptam. És most, ha megvan a felület, ugye megint bele kell mennünk, és hát sajnos így akkor eltűnik a
eltűnik a segédlet, de View Component Edit Hide Desk Model kivesszük. Jó. Push-Pull Tool. Ezt a felületet szeretnénk ugye ehhez a vonalhoz snappelni, és elvileg most szépen beállítottuk a magasságát. Jó, hát megpróbálhatjuk lemérni, de nem lesz egyszerű, mert azért itt nem mindegy az, hogy mit mihez fogunk. Elvileg a kék tenger irányát kéne megtalálnunk. Megvan a kék tenger, ezt shifttel rögzíti az ember. És látható itt a képernyő alján, hogy 5360, tehát valóban jó szinten van a kéményünk felső vonala. Hát ugye ezt ugye megfelelő kézügyesség kell, hogy szépen ezeket a snappeléseket meg tudjuk csinálni, de gyakorlat teszi a mester. Tehát tulajdonképpen a kéményünk elkészült, már azt ne filtassuk, hogy ugye betölti-e a funkcionális szerepét a kémény, de legalább mint modell jól áll a rajz méreteihez képest. Szuper! A kéményt elkészítettük, és akkor a segédvonalakat kitöröljük. Látható, még egyszer megmutatom, a kémény szépen el lett készítve, és egy ideig ugye bele is tudunk kukucskálni. Oké. Okay. Hogyha ide szeretnénk éleket, azt meg is rajzolhatnánk, lenne ennek szebb módja is, de igazándiból ez is teljesen jó. Itt egy kicsit túlhúztam, majd kijavítom. Így mi, és letörlöm. Oké. Okay. Még azért egy ellenőrzés itt is, 500, és akkor ugye itt a felső élét fogom ellenőrizni. 500. Elnézést kérek valakitől, hogyha ezt untatónak találjátok, de ennek a videónak a célja, hogy mérethelyesen egy papírrajz alapján készítsünk el egy 3D-s modellt. Célszerű ellenőrizni önmagunkat, mert egy mérés nem mérés, két mérés egy mérés, és három mérés a mérés. Jó? Tehát ez a mondásunk a SketchUp-ba is. Ezek után foglalkozzunk egy picikét a lábazattal, próbáljuk meg kiszerkeszteni a lábazatot, a terven nézzük meg az ehhez tartozó adatokat. Itt vagyunk ugye a terv dokumentációnál, és alapvetően az alaprajzon látható, ez a szürke vonal itt a lábazat, és ugye a vastagságát is ki tudjuk találni, mert ugye faltól falig ugye 10.000 mm, és balra-jobbra 100 mm, azaz 10 centi túlnyúlás van a szürke rész tekintve, azaz 10 centi a lábazatunknak a vastagsága, 100 mm. Látható, hogy ugye ettől a faltól indul el. Hát nekünk az a problémánk, hogy ugye mi itt fölmértük ugye a 900-at, de az ajtó tok, ami ugye megint csak 10 cm lesz, azt föl kell mérnünk befele, és akkor kapjuk meg a lábazatnak az élét, ahonnan elindul. Már csak meg kell nézni ugye a magasságát, azt pedig az előnézeten láthatjuk, 500 mm magasan fut végig a ház körül a kő lábazat. Jó, tehát ezt kellene most megpróbálni kiszerkeszteni. Menjünk vissza a SketchUp-ba. Itt vagyunk a SketchUp-ba, és akkor először is azt csináljuk, hogy megpróbálunk fölmérni a measure tape-per, ugye 10 centit befele, tehát 100 mm-t, oké, okay. És igazándiból ki lehet mérni itt a lábazatnak a magasságát is, ami ugye 500 mm-re van. Még eltoljuk ezt a, bocsánat, így jobban látszik, ebbe az irányba is kimérjük a 100 egységet, és akkor szép lassan meg tudjuk rajzolni a lábazatnak a profilját. Hát megpróbálom én ezt most kiszerkeszteni, de nem biztos, hogy egyből a tárgyasztal segítségemmel lesz, de akkor kimérem a measure tape-pel.
Oké, itt fölvettünk egy... Hopp. Gyorsan eltévedtünk. Ugye a forgatások miatt. Kiszerkesztettük a lábazat profilját, és tulajdonképpen az lenne a feladat, hogy ezt a téglalapot egy útvonal mentén a ház körül küldjük végig. Ugye meg kellene adni az útvonalat, amit kijelölhetnénk az egérrel, de látható, hogy ezeket az éleket nem tudjuk kijelölni, mert gruppolva van. Ezért most a legegyszerűbb megoldást fogjuk választani. Szépen a line tool-lal az útvonalat ugye végig fogjuk rajzolni még egyszer, ugye, mert nem a falon, a falcsoporton belül szeretnénk létrehozni a lábazatot, hanem külön. Jó, végig klikkeljük az útvonalat. Hát egy ilyen modellnél ez nem egy akkora munka, bár nem ez a legpraktikusabb megoldás, de ne felejtjük el, hogy itt most az alapokról van szó. Jó? Szépen, ugye így jövünk végig. Endpoint. Itt is endpoint, eljövünk. Hát itt majd ki kell mérni megint, de egyelőre ez így jó. És most a shiftet lenyomva, ugye az éleket szépen összetudjuk, ha minden igaz, hopps, hát azért ez így nem jó, óvatosan, ki tudjuk jelölni az éleket. Itt nem akarja az igazságot a SketchUp. Jó, megvan. Megvan. Oké. Jó, itt is megvan azért, mindjárt végzünk. Na, most vajon most ki van jelölve? Hát ezért lehet, hogy jobb lenne nyomni a kontrollt, mert ugye akkor csak plusz jel van, és tuti, hogyha többször is ráklikkelek, akkor ugye csak hozzáadja. Jó, és jön a utolsó, ami elvileg most ki van jelölve. Ezután ugye follow me funkció, ráklikkelünk a felületre, és voilà, elkészült a lábazatunk, szépen körbefutott a házunk körül. Hát nem a legelegánsabb módszert használtuk, de azt hiszem, hogy mindenképpen látható a funkció működése. Itt is még azért kimérem a 100 centit, és a push-pull tool-lal ugye a helyéhez igazítom. Oké, rendben van. Lábazat megvan. Megfordítom. Reverse faces. És szépen elkészült. Hát most akkor foglalkozzunk, ha már a lábazat megvan, ugye magával az ajtóval. A falat hozzá kell igazítani a lábazathoz, tehát most bemegyünk ugye ebbe a fal csoportba, és ugye a push-pull tool-lal ehhez a felülethez fogjuk igazítani az ajtónyílásokat. Oké, szuper, ez is megvan. És most kirajzoljuk az ajtótokot, ami a measure tape ettől a vonaltól ugye 100 egységre van, ettől ugye megint 100 egységre van, viszont arra figyeljünk oda, hogy ugye ezt nem a fal csoporton belül szeretnénk csinálni, tehát jöjjünk ki, és ezen kívül. Jó, hát erre azért oda kell figyelni, az ember a nagy magyarázás közben mindig azért el tud valamit felejteni, ezt nézzétek el nekem, de ez majd veletek is elő fog természetesen fordulni. Igazándiból itt, hát inkább kijelölöm, hoppá, tehát egyszer lesz egy ilyenünk. Oké, megvan ez is, tehát jöhet a rectangle, szuper, szuper, jó,
aztán mezsőltép, ez az él is lefele jön 100-at. Ó, hát ez a belső él is igazándiból. Egy 100-at lejön. Összekötjük egy vonallal. Jó. Kaptunk egy felületet. De igazándiból egy riktengőre úgy, és ha most már ki, op, ki tudjuk húzni, oké, van egy ilyenünk, aztán van ugye itt egy ilyenünk, aztán őt is hozzáigazítjuk ehhez a felülethez, szuper, itt ugye az irézel, ezeket összeolvasszuk, rendben van, tehát elvileg ezeknek szépen egy egységet kell alkotniuk, levesszük a segédvonalakat, és a terven megnézzük, hogy ugye mennyivel lóg ki ez a keret, de ha igazándiból belegondolunk, legalább a lábazatig, tehát a push-pull tullal, ezt a felületet pedig kihúzzuk, de úgy, hogy ehhez a felülethez snappeljük, és már is szépen az ajtókeret elkészült. Hát itt még, igen, ezeket kell ellenőrizgetni. Belemeltünk ilyenkor a FaceTime XA mód, már nem mindig látjuk megfelelően. Ez egy olyan guideline, ami nem kell. És elvileg az ajtóval is elkészültünk. Jó. Tehát szépen lehet látni, hogy megvan a lábazat, megvan az ajtó, sok mindennel haladtunk előre, megvan a kémény, már csak tulajdonképpen a ablakok kiszerkesztése van hátra.